14 évvel ezelőtt kezdtem el BMX-ezni Sátorajójelben, azért mert ott már két srác versenyszerűen űzte ezt a sportot. A BMX-en, ami különleges, a négy darab kilépő, aminek segítségével a trükköket hajtjuk végre, illetve a hátsó agy. Hogyha előre, illetve hátra is megy a kerékpár, a lánc az nem mozog. Ami nagyon fontos, hogy mi 8 bárra is felfújjuk a kereket, ami nagyon kemény egy átlag kerékpárhoz képest. Illetve, hogyha a kerékpáron fékek is vannak, az enyémen nincsen, mert én fék nélkül biciklizek már immáron 2 éve, akkor is tudjuk forgatni a kormányt, végtelenség, anélkül, hogy a bobzenek összeakadnának. A versenyek zenés futamokból állnak, ahol többnyire eredeti trükköket csinálunk, kötelező elemek nélkül. A zsűri az eredetiséget, a hibák számát és a variációkat figyeli. Kezdőként én 5-6 órát is gyakoroltam, azonban a fejlődéshez elég 2-3 óra gyakorlás naponta, igazán a lényeg a rendszerességben van. Egy kezdő trükköt akár pár nap alatt is meg lehet tanulni, de egy profi trükk begyakorlása, illetve kitalálása akár több hónapot, illetve évet vehet igénybe. Ennél a sportnál a készségeket leginkább a bringán lehet fejleszteni. Szerintem érdemes minél korábban elkezdeni ezt a sportot, olyan 13 éves kor környékén. Én a legjobban azt szeretem ebben a sportban, hogy saját magamon múlik az, hogy milyen szintre tudok eljutni, nincsenek edzőim, én döntöm el azt, hogy milyen stílust, milyen trükköket akarok megtanulni, és ez ad egy szabadságot, ami a legjobb dolog ebben a sportban.